A védekezésnek kellett volna sokkal hatékonyabbnak lennie. Dolgoztunk ott a sokat, hogy egy részén legalább a támadásnak tudjunk hatékonyabbak lenni. Gondoltam azt, hogy ha 6-6-ba fölérkezéseknél azért az egy nehéz feladat a Rekko ellen közel kerülni a kapuhoz, és abból hatékony lövéseket végrehajtani. Úgy gondolom, hogy összességében még a védekezés az arra azt lehet mondani, hogy relatíve jó, tehát a 8 gól az azért azt gondolom, hogy Rekótól az ő benne is van. Az ő védekezésüket dicséri, a mi támadásunknak meg nem volt megfelelő, nem volt elég hatékony, a lövések nem oda mentek, ahova szerettük volna. Mert nyilván ez benne volt, én szerettem volna, hogy alapvetően az ócokat meghazudtolni ma. És azt gondolom, hogy tudunk is ennél jobban játszani. Talán amit még érzékeltem, hogy az év végére valami fáradtság is felgyülemlett a játékosokban. Nyilván hosszú volt a szezon. Ilyenkor azért nagyon sokat számít az, hogy a csapatoknak melyik frissebb kispad, melyik hosszabb a kispad. Hát most azt gondolom, hogy ennyi volt. Sajnálom. Borzasztó kemény lesz még a következő néhány nap is, hogy az 5. helyet megszerezzük, ugyanis például a Vujjegmeni legyőzte a Bressát, úgyhogy most a Bressa következik holnap. Mit lehet ilyenkor tenni, hogy a csapat összeszedje magát? Én úgy gondolom, hogy profinak kell lennünk ebben a helyzetben is, és minden egyes mérkőzés, ami előttünk van, meg kell, úgy kell belemennünk, hogy a 100%-osan meg akarjuk nyerni. Nyilván voltak már az évben hasonló élményeink, hogy kikaptunk, most ezekre tudunk támaszkodni, a következő napon egy teljesen más arcát is tudja mutatni a csapat.